felvidéki magyar borkultúra új központja nyílt meg Párkányban. A felvidéki borokháza borkulturális, borturisztikai központ, valamint borbár és borszaküzlet is egyben, melynek célja megmutatni a felvidéki magyar borászokat és segíteni azok szakmai előrelépését. Felvidéki borokházának megnyitóján vagyunk, rendkívül beszédes az elnevezés, de vesézzük is ki, hogy tulajdonképpen mi lesz a funkciója ennek a háznak. Hát elsősorban ez egy közösségi bortéka lesz, egy olyan tér, ahol a hazai kisebb és nagyobb borászok, természetesen magyar ajkú borászok be tudják mutatni boraikat, kóstoltatni tudják boraikat, ezáltal szélesebb körben is ismertetni tudják a termékeiket. De nem merül ki a feladatkör ebben, hanem a jövőben szeretnénk olyan borászattal kapcsolatos szakmai képzéseket, előadásokat is tartani, ami mindenképpen a felvidéki borkultúrát szolgálja és népszerűsíti. Abszolút hiánypótló ez a kezdeményezés? Van-e még ilyen platform Felvidéken? Nagyon jó a kérdés, teljes mértékben precedenst keltő, tehát nincs ilyen a Felvidéken. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos és felelősségteljes feladat is ez, meg felelősségteljes funkciója van ennek az építménynek. Miben kell a felvidéki borászokat megerősíteni? Hogy látjátok? Hát elsősorban a marketingben és a forgalmazásban. Tehát az hogy a boraik ugye eljussanak a fogyasztókhoz. Mert nagyon sok kis borászatnak, vagy kis családi borászatnak az a problémája, hogy nagyon jó minőséges borokat készítenek, viszont már az eladásra, a marketingre, a promotálásra nem maradt se anyagi hátterük, se idejük, se emberük. Milyen a visszhangja, vagy milyen volt a fogadtatás a felvidéki borászok körében? Nagyon jó, azt gondolom. Mindenki azon a véleményem van, hogy egy olyan dolog jött létre itt, nem csak a városban, hanem az egész régióban, nagy régióra gondolok, amire már nagy szükség volt. Nem csak amiatt, hogy itt 150 fajta bor van kínálatban, hanem amiatt is, hogy van egy olyan hely, ahol hazai termékekkel, hazai borokkal találkozhatnak az emberek. 150 fajta bor van itt kínálatban. Hány borásztól ezt lehet tudni? A felvidéki borász társulásnak 47 tagja van. Nincs mindegyikőjüktől itt bor, de per pillanat ilyen 30 borásztól van a kínálatunkban bor. És még ezt bővíteni fogjuk a jövőben. Mi a véleménye arról, hogy megnyílik a felvidéki borokháza? Hát nagyon örülök neki, főleg annak, hogy Párkányban van, ugye, helyben van nekünk. Hát már nagyon ráfért erre a régióra, hogy legyen valami hivatásos hely, ahol az itteni körzetnek a borait, hát a Dél-Szlovákiának, úgymondhatnánk helyesebben a Fölődének a borait ugye forgalmazni tudnánk. Nálam legalábbis az a problémát, gondolom, hogy a többi borásznál is van valami ilyesmi, hogy mindig az értékesítéssel van a gond. Mióta borászkodik? Jó kérdés, hát nem tudom, mindig zárva, hogy mikor azt kérdezik tőlem, hogy mióta borászkodom. Hát hivatalosan 1989, akkor volt a rendszerváltozás, és 90-ben mindjárt kiváltottam az őstermelői engedélyt. Ön szerint mi a borászkodásnak, vagy a szőlővel való munkálatoknak a varázsa? Az egy óriási, nyugodt hangulat, mikor az ember kivonul a szőlőhegyre, és hallgatja kora tavasszal a madárkák csicsergését, aztán ugye figyeli naponta, hetente, havonta, hogy fejlődik az a szőlő, mit kell, milyen beavatkozást kell neki csinálni. Ugye öröm már, mikor az ember eljut oda, hogy leszületedik azt a szőlőt, és hát még nagyobb öröm, mikor aztán kifornak az új borok, és lehet kóstolni.
hogy említette, hogy elég régen borászkodik, hogy a technika hogyan fejlődött, ön haladt a korral, modernizálta az ön borászatát, szőlészetét? Hát nézzék, kézműves barakat készítünk, de az nem azt jelenti éppenséggel, hogy ugye úgy minden nagyapám idejében, hogy ugyanúgy dolgozunk, de azért sokat meghagytunk. Természetesen fejlesztettünk is, főleg a magyar kormányon volt tábor pályázatok útján sikerült ilyen modernabb berendezéseket is beszerezni, úgyhogy hát végül is azt lehet mondani, hogy tényleg azt az öreg technológiát elhagytak, és hát próbálunk valamiféleképpen modern borászattal is lépést tartani. Na, szerint mi a jellemző a felvidéki borokra? A felvidéki borok az én szerintem egész Szlovákiában a legjobb adottságokkal, éghaladtal, talajra rendelkező borvidék. Hihetetlen, hogy főleg itt ezen a részen a három folyó ugye találkozik, és egy folyamba a Dunába torkolnak, hát ideális valami. Földrajzilag is ugye annak idején azt mondták, hogy ez még annak idején Csehszlovákia a legmelegebb része, itt a Kovács-Pata környéke, Párkány környéke. Tehát minden pozitívum egy szőlőhez kell, itt megtalálható, csak tartok tőle, hogy már nehogy nagyon túl meleg éghajlat alakuljon át az egész, mert bizony volt, főleg az ide is ugye extrém szárazság volt, és az mondjuk nem volt ideális, de mindent egybevetve, szóval csodálatos egy valami. Én mindig azt mondom, hogy a anyaországban is csak esetleg a szekszárdi vagy a villányi borvidék az, aminek jobb az adottsága. Már csak élnünk kell tudni vele, ugye? Hát nyilvánvaló, igen. Mert, hogy mondjam, elszomorító látvány az, hogy ugye itt a borvidéken nagyon sok elhagyott a szőlőterület fiatalokat, tehát nem sérteném őket, de valamiféleképpen nem eléggé motiválja a szőlészet, borászat, mert legyünk őszinték, azért nagyon munkaigényes foglalkozás, aki tartozik, és nincs mindig bizony kellőképpen honnan állva. Úgyhogy, de azért bízunk benne, hogy azért csak-csak majd kialakul valamiféleképpen, jön egy ilyen időszak, hogy föllendül ez is. Reméljük, hogy jó szolgálatot tesz ehhez a felvidéki borokháza is. Mi a jellemző a felvidéki borászok közösségére? Mennyire összetartóak, vagy mennyire van szükség arra, hogy összefogják őket? Olyan szempontból érdekes a helyzet, hogy ugye Szlovákiában nincsenek hegyközségek, nincsenek hegyközségi tanácsok. Tehát egy-egy ilyen magyarországi példát, hogyha hozok egy hegyközségi tanács, az összefog egy borvidéket, és akkor a borvidék érdekeit próbálja képviselni kifelé. Tehát nálunk ez hiányzik. Van egy pozsonyi központú rendszer, amiben betagozódgatnak a borászok, leadják a jelentéseiket, de ennél több nincs. És hát azon vagyunk, hogy kialakítsunk egy olyan közösséget, aki egy idő után reményeim szerint elkezdi megfogalmazni, hogy mit akar. És elkezd harcolni azért, amit akar. Tehát azért, hogy ismerjék el, hogy ismerjék meg a borokat, hogy legyenek helyi szabályok, akár helyi márkák, helyi marketing. Tehát hogy ez a folyamat menjen előre, mert hát én borszakíróként is dolgoztam, meg máig borbírálóként működök, nagyon sok helyen jártam a világban, és mindenhol ezt látom, hogy csak olyan borvidék tud eredményes, sikeres lenni, aki meg tudja önmagát fogalmazni, ahol ezt az elvet, ezt a gondolatot, üzenetet a borászai is átveszik, és közösen adják tovább. Ha már említette, hogy borbíráló, akkor mi a jó bortitka? Tudom, hogy ízlések és pofonok, de milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy borra azt mondhassuk, hogy hát ez egy finom bor. Nyilván nem lehetnek mindenféle technológiai hibák benne, de az, hogy amit a borász elmond róla, az úgy is legyen. És az a bor önmaga megszólaljon egy kicsit a fogyasztó felé, tehát mondja azt, hogy igen, én jó vagyok, és valamit üzenek neked. Egyébként nyilván ennek a szakmának is megvannak a maga követelményei, szabályai, megvannak azok a
elemek, amit be kell tartani akár a szőlőben, akár a borászatban. Nyilván ez előfeltétele annak, hogy valami fogyasztható bor legyen, de ami több, az a borásznak a lelke, amit hozzátesz. Egyébként mi a jellemző a felvidéki borokra? Milyenek a felvidéki borok? Nagyon sok családi borászat van. Nem jellemző az, hogy egy ilyen ipari méretű nagy borászat működjön, legalábbis a magyar közösségen belül. Ez előny is, hátrány is. Én inkább az előnyeit hangsúlyoznám. Pont az, hogy szívből csinálják a borászok ezt, és szerintem nem lehet találni olyan borászatot, akinek a tulajdonosa, a főborásza ne szívesen mutatná be a borait, és ne beszélne lelkesedéssel a saját borairól. Illetve a másik fontos dolog, hogy ami ugye régen az volt a szokás, hogy ez a vidék, főleg ahol most vagyunk, ez egy beszállító vidék volt, tehát innen a szőlő bement nagy üzemekbe, és akkor a ipari jellegű borok készültek belőle. Az itteni borászok meg főleg a saját szőlőjükből hozzák piacra a borokat. Egyre többen, hál' Istennek, és egyre kevesebben próbálják meg szőlőként eladni, hanem mondom, épp ez a lényeg, hogy a saját termést tudják bemutatni a fogyasztók felé, vagy a gasztronómia felé.